ezt a két eredményt most itt kitörlöm, mert akkor ezekre nincsen szükség. Függvényeket nyugodtan módosíthatnám, de most azt ettől eltekintek, tehát a 15-ös koordinátára lehetne módosítani őket. Még annyit szeretnék itt megjegyezni, hogy a szumha függvényhez teljesen hasonló módon működik a feltételes átlagszámító függvény, ugyan ő nem a numerikus függvény, tehát a matematikai függvények csoportjába tartozik, hanem a statisztikai függvények csoportjába. Feltétel szerinti átlagszámítást végez. A 2003-as verzióban ez a függvény még nem található meg, először a 2007-es verzióban jelent meg, de ha belegondolunk, nagyon egyszerűen helyettesíthető a feltételes összegző függvény és a darabszámláló függvény együttes alkalmazásával. Feltételes összegzés osztva darab függvény. Következő feladatunk egy adatbázis kezelési feladat. Rendezze az eredménytáblát a versenyzők neve alapján növekvően. Elérkeztünk egy olyan feladat részhez, amelyet gyakorlatilag egy pillanat alatt meg tudok csinálni, és mindannyian önök is egészen biztosan nagyon gyorsan megkapják a helyes eredményt. Mégis én igen sok időt fogok szánni erre a feladat részre, és rengeteg kiegészítő információval fogom ezt a részt illetni. Ennek oka egyszerű, az Excel és az Axis, tehát a táblázatkezelő programja az Office-nak és az adatbázis kezelő programja az Office-nak nagyon rokon programok egymáshoz, de mégis különbségek vannak a két program között, és ezeket a különbségeket, illetve az egyezőségeket egészen pontosan kell látnia mindenkinek, és ezekre szeretnék itt most rámutatni. Végezzük el akkor a rendezést a lehető legegyszerűbb módon. Na most, hogy tudom a rendezést elvégezni? Milyen módon kell ezt megcsinálnom, úgyhogy helyes rendezést kapja? Hát próbáljuk ki. Azt látjuk, hogy az A oszlopban a típus, a táv és utána jönnek a nevek. Na most azt is látjuk, hogy a 2010-es, illetve a 2007-es verzióban is a formázók szalagon találunk egy ilyen rendezés szűrés ikont, amelyben van ilyen, hogy rendezés A-tól Z-ig, rendezés Z-től A-ig, tehát hogy növekvő, illetve csökkenő sorrendben, illetve lehetne egyéni sorrendet meghatározni alapszűrők megadására nyílik lehetőség. Próbáljuk ki az első gombot, és akkor mi történik? Hát mindjárt teljesen összezavarodik a rendszer, és mindenféle hibák keletkeznek, illetve egy hibára, egy körkörös hivatkozásra figyelmeztető üzenet is megjelenik, ami nyilván azt jelzi, hogy itt nagyon nem jó műveletet végeztünk, hogy vonjuk vissza ezt a műveletet, és azt látjuk, hogy a program fogta és az egész adathalmazt, gyakorlatilag nekünk ez az A4-estől a Miklós 18-asig tartó adattartományt, táblázatrészt kijelölte, és nyilván a rendezésben ez az összes adat ez nem tartozhat bele, de nekünk csak a nevek és a hozzátartozó eredmények kellenek, valamint az alatta lévő számított három sor, tehát a legjobb idő, az átlagsebesség és a csapat. Hát akkor próbáljunk ezen segíteni, fogom magam, kijelölöm ezt a részt, nevezetesen az A7-től az Ilona 18-ig tartó tartomány. És most ugyanezt mondom, hogy rendezzük. Na, valamivel jobb a helyzet, de még mindig nem jó. Miért? Mert most meg az átlagsebességet veszi előre, és ugye az átlagsebességnek alul kellene maradnia, tehát ez megint csak nem lesz jó, úgyhogy ezt visszavonom. Na, ugye ABC szerinti rendezést mondtunk, tehát ő ezt figyelembe vette, csak éppen az alsó három sort is belevette a rendezésbe, tehát ez sem jó. Hát akkor maradjunk csak a neveknél, és rendezzük a neveket ABC szerint. Most már megvagyunk, az adatok név szerint rendezetten jelennek meg. Ezt kérték tőlünk. De most lépjünk egy kicsit tovább ettől a feladattól, a konkrét
feladattól, és próbáljuk a dolgot egyéb módon közelíteni.